Köszöntöm nézőinket, a KUN Szövetség közgyűlésén vagyunk. Az előbb vett át Vas Gergő, a KUN Szövetség által alapított Csodál István Elmédiát. Szeretnék először is gratulálni önnek ehhez. Nagyon szépen köszönöm. Mi régóta ismerjük egymást, hiszen régóta KUN Szövetségi tagok vagyunk. Én tudom, hogy mivel foglalkozik, amivel kiérdemelt ezt a hagyományőrző díj elismerését. Néhány mondatban mutatkozom be nézőinknek. KUN Szent Miklósról érkezett, és egy hasonló nézőinkhez, picit, hogy összetudják hasonlítani, hasonló csapat van ott is, mint itt nálunk a Pusztai Rókák, csak egy picit más. Beszéljünk egy picit erről, hogy ön hogyan csöppent ebbe bele. Hát ugye én az Iloncsuk Szabad csapatnak vagyok a vezetője. A Pusztai Rókáktól annyiban különbözünk most még, hogy egyelőre nem lovon, de rövidesen mi is lovon ki fogunk tudni állni KUN hagyományőrző harcosként. 11 néhány éves koromban kezdtem el íjászattal foglalkozni az Iloncsuk Szabad csapatban. Versenyszerűen eljártunk terepíjász versenyekre. Majd a későbbiekben, ahogy egyre inkább nőtt az érdeklődésem a történelmi hagyományok felé, elkezdtem kardharccal és vívással foglalkozni, és az egész igazából mondhatni egy szerencsés módon odafajult, hogy egy történelmi alapokra épülő közelharcot kezdtünk megjeleníteni az Egyesülettel, több hozzám hasonló érdeklődésű fiatallal. És ebből végül az lett, hogy az Iloncsuk Szabad csapatnak a vezetését, mikor elértem azt az életkort, én vettem át. Régebbi tagok, ugye sajnos megváltozott az életkörülményük, vagy elköltöztek, családosak lettek, és már kevésbé tudták az egyesületet, az egyesületi munkát végezni. És így új tagokkal bővülve, és folyamatosan bővülve, és hál' Istennek mára megerősödve, folytatunk, szeretnénk és próbálunk a lehető leghitelesebb történelmi rekonstrukciós munkát végezni, és természetesen elsősorban a saját őseinknek, a kunoknak a régészeti leletanyagából és történelmi emlékeiből merítve. Ez a ruha, amin ön van, ez sem egy mindennapi, tehát nem nagyon látunk itt Karszagon ilyen viseletet. Mit kell erről tudni? Hát ez a viselet, ami most rajtam látható, ez az 1100-as és 1200-as évek KUN viseletének felel meg. Ez egy alapvetően nemesi viselet, az úgynevezett polovec kipcsák, tehát a kunoknak az a része, akik a Don és a Dnyeszter között nomadizáltak. Az orosz krónikák úgy nevezik őket, hogy vad kunok. És hát gondolom, hogy ezt azért nem csak ünnepi alkalmakor, hanem a bemutatókon is felveszik, de több jellegű bemutató van, járnak a környékre is, külföldre is, hol ismerik már önöket? Hát hál' Istennek nagyon széles a spektrum. Az országot szinte már bejártuk, az Alföldön érdekes módon kevesebbet jártunk, mint szerettünk volna. Ebben bízom, hogy a jövőben másképp lesz, és többet tudunk mozogni úgymond a saját területeinken. Viszont emellett megnyertük Közép-Európa legjelentősebb országait, tehát Csehországot és Lengyelországot. Németországban is megfordultunk már többször, a Felvidéken, megfordultunk Erdélyben, Délvidéken és szinte az összes magyar területen. Úgyhogy ezekre azért is vagyok büszke, mert több alkalommal vezethettem nagyobb lengyel történelmi fesztiválokon a magyar csapatokat a harcban, és igazából mivel mi egy kimondottan harci profilú csapat vagyunk, ezért nekem ez nagyon nagy dicsőség volt, hogy több magyar csapatot vezethettem én az Árpád-sávos zászló alatt, ugye a történelmi hagyományok jegyében, de ettől függetlenül most arra szeretnénk koncentrálni, hogy a saját országunkban, a saját környékünkön, Kiskunságban és Nagykunságban és a Jászoknál tudjunk többet megjelenni, mivel mégiscsak itthon kéne egy kicsivel jobban megerősödünk, és itthon kéne megismertetni a KUN hagyományokkal az érdeklődőket. Akkor reméljük, hogy majd találkozunk, viszont azért szóljunk egy picit az eredeti szakmájáról is, az is egy szép és hagyományőrző. Igen, hát alapvetően azt szoktam mondani, hogy kis életművész vagyok, de az első hivatalos szakmám az a szíjgyártó és nyerges. Ebben foglalatoskodom alapvetően, és mellette pedig a családi gazdaságban dolgozom a szüleimmel, úgyhogy mondhatom azt, hogy ízig-vérig kiskun parasz gyerek vagyok. Mit jelent most ez a díj önnek? Hát ez nagyon sokat jelent nekem igazából, mert nagyon ritkán ismerik el azt, amit mi csinálunk, és most nem csak egy válveregetés szintjén ismeri el ezt valaki, hanem egy komoly közösség és a sajátjaink ismerik el végre
azt, amit csinálunk, és ennek nagyon örülök, nem is számítottam rá abszolút, úgy gondoltam, hogy én ezt kitartóan fogom csinálni életem végéig, és továbbra is így hiszem, sőt, ez nekem egy biztatás, hogy ezen az úton tovább is, és még tovább is előre, viszont azt hozzá kell tennem, hogy tehát se a csapat, a mögöttem álló barátok és testvérek és család és segítők nélkül én ezt nem érhettem volna el, és erre nagyon büszke vagyok, hogy ez így sikerült. Gratulálok, és további jó hagyományőrző munkát kívánok Önnek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Véget ért a KUN Szövetség taggyűlése, Kovács Sándor elnök úrral beszélgettünk, hiszen elég sok napirendet megtárgyaltak, és fontos döntéseket is hoztak. Igen, idén volt az első taggyűlés a KUN Szövetségnek. Nagyon örülök, hogy az ország minden részéről tagtársaink idejöttek Karcagra, a Városháza dísztermére, hiszen a KUN Szövetségnek a tavalyi évi pénzügyi tervet, vagy beszámolót, az idei pénzügyi tervet, programokat el kellett fogadni, és hát megköszöntük azoknak a tagtársainknak a munkáját, amelyek, akik valamilyen különlegeset tudtak tenni, akár rendezvény, kiállítás, akár támogatásba, és tudták támogatni azt az ügyet, amelyeket mindannyian próbálunk szolgálni, hogy segítsék az magyarországi kunok megismertetését, segítsék a kis és nagy kunságban, vagy akár az ország más lévő részénél lévő kunok munkáját. Arról is szó volt, hogy milyen rendezvényeket fognak támogatni, és mely fölött vállalnak vígnökséget. Igazán széles ez a kínálat is, mindenki kiskunsági, nagykunság is talál majd ebben saját magának tetszőt. Igen, megvannak a hagyományos rendezvények, amelyeket szoktunk támogatni, ilyen, amit sokan ismernek Karcagon, a birkafőző verseny, de az idei ez különleges év, hiszen 3 évente szoktuk megrendezni a Kunok Világ Találkozóját, és ez az év a 2015-ös év, újból a Kunok Világ Találkozójának éve, tehát mindenképpen ez év őszén, szeptember második felében meg fogjuk rendezni a Kunok Világ Találkozóját kis és nagykunsági helyszínekkel. Ebben az évben a nyitó rendezvény a kiskunságban lesz, a záró rendezvény a nagykunságban, és gondolom, hogy ugyanolyan szép, színvonalas, emlékezetes rendezvényekre kerül a sor, mint az első két világtalálkozón. Ez a harmadik, én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon szép, nagyon mérsótósóság teljes lesz, és olyan, amire büszkék lehetnek a kunok is, és tetszett azoknak is, akik nem a kunok, vagy nem a kis és a nagykunság lakói közé tartoznak. És hát azt gondolom, hogy a mai taggyűlésnek az írapontot, ha szabad így fogalmazni, föltette az a kunokról szóló könyv is, és a kunsági értékekről készült könyv és egy film is, amelyet itt most a szerkesztője és a producere bemutatott. Így van, sok mindenre büszkék tudunk lenni, de azt gondolom, hogy egy olyan kiadvány készült el ebben az évben, amely a fiataloknak meg tudja mutatni azokat az értékeket, azokat a helyszíneket, amelyet itt Magyarországon a Kárpát-medencében a kunokhoz köthető, és hát egy olyan film is bemutatásra került, már a héten az első részét levetítették a Duna Televízión, amely minden kunnak, kun származásúnak megdobogtathatja a szívét, hiszen azt a történelmet, azt a hagyományt, azt az identitást, amivel gondolom minden kun rendelkezik, minden kunsági rendelkezik, ez a film nagyon szép képi világgal be tudja mutatni, és hát én az első részt, amikor láttam, azt gondoltam, hogy sokkal szebb ez, mint a valóság, tehát igazából televízióban való, igazából moziba való bemutatásra, és mindenkinek tudom ajánlani, hogy akár a Duna TV-n nézze meg a második részet, aki nem tudta megnézni az első részt, annak pedig lehetősége lesz, hiszen DVD-n, internetes hozzáféréssel ez a kiadvány megtekinthető lesz. Reméljük, hogy sokan élni is fognak ezzel a lehetőséggel. Önöknek pedig jó munkát kívánunk, hiszen az újra választott elnökségnek igencsak lesz feladat ebben az évben. Igen, és hát mi annak örülünk, hogyha van feladat, van munka, az elképzeléseinket meg tudjuk valósítani, hiszen ezt az identitást, ezt az életérzést, amit a kun, a kunsági ad, én azt gondolom, hogy tovább kell vinni, hiszen a fiatalokkal is meg kell ismertetni, és ez mindegyünknek célja és mindegyünknek érdeke. És köszönöm a lehetőséget, hogy folytathatom én is ezt a munkát. Jó munkát kívánunk, köszönjük szépen!